én úgy gondolom, hogy itt, itt, konkrétan valamilyen módon a szerzős felvesztésnek a részévé kellene tennie a pornónak a a, 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 pornó megnézés reflektálását. Ez fikció, ez egy felépített történet, nar narratívája van, színészek játszák el, ezt tudósítani a telessége a felnőtt társadalomnak szerintem a fiatalok felé. Hány olyan fiatal van, aki egy pornó megnézésénél tisztában van azzal, hogy ő most gyakorlatilag egy Indiana Jones vagy egy James Bond filmet néz, nem pedig egy dokumentum filmet néz. Üdv mindenkinek, ez itt a Nagylátószög című videósorozat a Mozinet YouTube csatornáján. Itt általában egy-egy aktuális Mozinet filmhez kapcsolódóan beszélgetünk vendégeinkkel, ma is így fog történni. Lesz egy vendégünk és van egy filmünk, a film címe Hogyan szexeljünk. Molly Meaning Walker rendezte, egy első filmről van szó és Kámban igen nagy sikerrel mutatták be tavaly, és most nyit a magyar mozikban, áprilisban. E kapcsán beszélgetünk mai vendégünkkel, Varó Attila, filmkritikussal. Szia Attila! Szerint. Köszi, hogy eljöttél. Iduljunk uh, a filmtől, aztán szerintem uh, el fogunk kanyarodni jó messze is, meg aztán vissza is tudunk majd térni hozzá persze. Neked hogy tetszett? Abban az értelemben, hogy uh, te is látsz benne valami olyat, ami a hasonló filmekben még nem feltétlenül volt jelen a mozifilmekben? Én a, a, az eufóriával uh, érzek rokonságot, a hogyan szexeljünk kapcsán, de ez egy vélemény szerint egy jóval szikárabb, szigorúbb film, mint amilyen az a kultikus sorozat. Sajnos nekem a sorozatokra akkor a rálátásom nincsen, de hogyha csak a filmeket nézzük, akkor én azt mondom, hogy ez a film nagyon szépen beilleszkedik egy, egy vonalba, egy ívbe tulajdonképpen, ami nagyjából az elmúlt 15 évnek, vagy 15, -15 évnek így a, így a trendje, és azon belül mondjuk egy jóval érzékenyebb film, de tulajdonképpen ahhoz, azokhoz a filmekhez képest olyan sok újat már nem mond. Tehát ugyanezt a, ezt a, ezt a, ezt a tematikát járja a körbe. És mit gondolsz, hogy mi az, ami miatt fölkapták a fejüket Kámba erre a filmre? Mert azért volt, volt körülötte buzz. Én, úgy érzem, hogy, hogy ez a fajta ilyen, ilyen nagyon magával ragadó, nagyon energikus, ugyanakkor kifejezetten megrázó látlelet, az angol száz fiatalokról, az, az, időről időre megjelenik a kortás filmben, de aztán valahogy mindig, mindig eltűnik. És ebben érzek valamiféle friss energiát, ezt érzed te is benne? Én úgy gondolom, hogy ezeknek a filmeknek, tehát ami, ami most akkor szűkítsük le konkrétan azt, hogy miről beszélünk, most arról beszélünk, hogy azok a filmek, amelyek mondjuk így nem csak az ezer fordulón, de akár már így a 60-as, 70-es évektől kezdve a a, 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 serdülőkori ilyen coming of age, ilyen felnövés történeteket, ezt valamilyen módon a szexuális szexualitáson keresztül közelítik meg. Ez a, ez a szűk tematikája ennek. Ha ezen belül maradunk, akkor azt mondanám, hogy ezeknek a filmeknek, főleg az ezer Forduló óta a, 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 szinte kötelező velejárója ez a fajta energia. Ez, ez, a, ez, a, ez a, fajta kirobbanó, nagyon erőteljes ilyen, ilyen nézői azonosulásra építő filmnyelv, ez a fajta nagyon szubjektív hangvétel. Tehát, hogy ezek, ezek itt tulajdonképpen valahol valamilyen módon szinte már a közhelyi ennek a, ennek a dolgnak. Amiben ez kicsit másabb, az talán az, hogy, 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 hogy itt valamilyen módon sokkal eh, intimebb és sokkal, sokkal inkább ráépül egyetlen egy figurának a belső változására mindez, az elődei akármilyen jobbak-rosszabbak, azok általában a csoportdinamikával jobban foglalkoztak. Tehát nem annyira voltak kiemelt főhősök például, ilyesmi. Itt most tényleg nagyon rázárul a, 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 a történet a, a, a hősnőre, a fiatal hősnőre, ugye a három lányból az egyikre, a, azt is mondhatnám, hogy tulajdonképpen egy kicsit hasonló a, a stratégiája rendőrzőnek, mint ami mondjuk a Shao fiánál volt. Nyilván nem olyan radikális módon, de ez például szokatlan ebben a tematikában. Nagyon-nagyon erős ennek a filmnek a, a, a látlelet jellege. Tehát az, hogy, hogy hogy valóban úgy van felépítve, mintha egy kézikamerával bekerültünk volna mi is ebbe a csapatba, ezek ugye brit fiatalok, akik egy görög ilyen buli szigeten, vagy egy ilyen buli faluban partiznak, ami miatt különlegesebbnek érzem ezt a filmet, hogy én azt érzem, hogy nagyon erős ez a, ez a szándéka, hogy, hogy ne csak azt érezd, hogy valóban így mennek most a dolgok a, a fiataloknál, hanem valóban hitelesen be tudja ezt mutatni. És talán ettől, ettől megrázó, nem? Vagy ettől provokálja ki az emberből akár az ítélkezést is. Van itt egy, egy egyfajta játék, vagy egyfajta feszültség a, a, a formai megközelítés ebben a tematikában, ami, ami, aminek a két végpontja az az, hogy egyrésztről ezek a filmek megpróbálnak ezzel a fajta dokumentumfilmes igényel felé, tehát hitelesnek lenni, hogy érezzük azt, hogy valóban ez tényleg így zajlik, stb. Ugyanakkor, és ez, ez teljesen, tehát bármennyire is elsőre úgy hangzik, hogy ez mint a két dolog kizárna egymást, de ugyanakkor ezek a filmek alapvetően hajlamosak arra, hogy túlstilizáljanak. És itt, itt ebben a filmben ez a, ez a másik oldal, az egy picit kevésbé van jelen. Jelen van, de egy picit kevésbé van jelen. Én hadd had mondjak akkor tám, filmtámpontokat. Tehát hogy az, a, az, amikhez képest ez a film megfogalmazódik, ami egyébként nagyon érdekes, mert, a, mert a, 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 ebben a tematikában, tehát ugye a hiperszexualitásról szóló ilyen felnövés történet tematikában, tulajdonképpen a, a, a három legfontosabb film a, így az ezeret forduló óta az egy évben készült és ebből valószínűleg kettő a, 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 magyar közönség számára is elég ismert, mert mind a kettőt vettették nálunk. Ugye az egyik az a, az a, az a Project X című volt, ez az egy buli elszabadul. Ugye a buli igen, elszabadul ez volt az alcímmel. Al 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 igen, igen. Uh, ami, 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 ugye egy fiú közösségről és egy fiúról szól, ugye egy házi buli tematikán belül, a másik pedig a Spring Breakers. Az meg azt mondtam, hogy talán a csajok elszabadulnak, hogy ez volt a, a frappáns magyar alcím a dolognak, ugye, ami a Herman a a a, 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 nagyon erőteljesen szerzői filmje, ugye az előző az inkább egy ilyen műfai, multiplex film volt. Tehát ez, ez a két mainstream film van, amit mi ismerünk, és ha visszagondolsz ezekre a filmekre, akkor az nagyon szépen látszik mind a kettőnél. Ugye ott a, 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 a fiú történetben, tehát a házi buli történetben, ott alapvetően egy nagyon agresszív dokumentarizmus van jelen, el annyira, hogy az egy ilyen dokument, egy ilyen, ilyen áldokumentumfilm, ahol tulajdonképpen végig az összes kép, az, az, az nyilván ez nem így történt, de ugye ez egy fikció, de ugye az úgy van föltüntetve, mintha azokat a, hely, a, a, a jelenlévők vették volna. Föl, és a, a Warnerék, a, meg a rendező, azok pusztán összevágták. Hát ez úgy, a fan legezt. footage. Abszolút, igen. igen, ezzel, ezzel a stratégiával áll hozzá. És a, a, Spring Breakers, a Corninnak a filmje, az viszont egy ilyen nagyon MTV videoklippes, nagyon túl stilizált, ezzel a rengeteg lassításos játékkal, ilyen gyönyörű neon színekkel, a, van, van, egy színdramaturgiája, tehát hogy van, a, van, egy fontos szerepe annak, hogy, hogy hogyan változnak a színek például a történetben, mondjuk a szituációtól függően. Tehát az egy, az egy, az egy nagyon erőtésen videoklipes film. De mind a két filmben ott van a másik. Tehát mind a két filmben tette lehet érni a Spring breakers a dokumentarizmus, ezt a kézikamerás dolgot, nagyon sok olyan jelenet van, amit tényleg ugyanilyen jellegű, ilyen parti videó jellegű mm -hmm. elkerül a filmbe, és ugyanakkor a hogy a Project X-ben is van számtalan, nagyon erősen stilizált jelenet. Ugye vannak ezek a klasszikus, hogy ezeknek a filmeknek a általában minden ilyen műfajnak, alműfajnak vannak ilyen kötelező toposzai. Ugye ennek, a, ennek az alműfajnak kötelező toposza, ugye az, a, az, a, az a, 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 lassított felvételekből összeálló gyors montázs. Tehát amikor látunk egy három ami arról szól, hogy tombol a buli, és, és, és egymás mellé vannak vágva a különböző buli pillanatok, a, a táncolástól, a szextől, a, a péniszrajzolunk, az alvó csávó homlokára, mindenféle ilyen kis életképek, de ezek nagy része be van lassítva közben. Tehát ez a, a klasszikus dolog. Na, na most ez ugye egy ez stilizálás, ez a Project X-ben rengetegszer jelen van. Tehát, hogy hiába akarják úgy eladni nekünk ezt a filmet, hogy ez egy áldokumentumfilm, ennek ellenére belerakják a stízált montázsokat például, ami hát nyilvánvalóan megtöri ezt a dolgot. Tehát mondjuk ilyet nem csinál a Brevics Project, tehát, mert akkor kilépnénk abban a szituációban, hogy ez tényleg csak össze Tehát, hogy ugye, ugye ez a, ennek a két filmnek a, a, a stiláris világa, az nagyon-nagyon szépen Hát szóval, hogy látszik azt, hogy itt van egy ilyen, ilyen tau embléma jellegű dolog, ugye, hogy egymásba olvad ez a két, egészen markánsan különböző világ, ugye a, a ugye yin meg a yang egy, egybe olvad, és a, és a, 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 a hogyan szexeljünk az ugyanezt csinálja, tegyük hozzá, annyival, hogy az, a, az inkább a buli elszabadulnak a, a, a mintájára, a, a inkább a dokumentizmus felé megy. De tulajdonképpen filmnyelvileg, amit, a, a, amit itt a, a, a Molly csinál, az nem sokban különbözik attól, ami a projektuszban történik. És hogyha a témáját nézzük, ahogyan szexeljünknek, akkor vagy azt, ahogy a témájához nyúl, erőteljesebben konkrétizál az előző filmeknél, vagy a, a, azokhoz képest, a filmekhez képest, amit, amit említettél, szinte már a, a címével is provokál. Tehát megnézed a filmet, és akkor eszedbe jut a címe, hogy hogyan szexeljünk, rá, válaszolsz rá, hogy így, ne. Uh -huh. Tehát nekem sokkal inkább tanmesének tűnik, ahogyan szexeljünk, mint az általad em említett film, talán ebből árad a frissessége, hogy, hogy utána én legalábbis valóban nagyon mélyen elgondolkodtam azon, hogy a, a történet szintjén is, ö mit tettek a karakterek, hogy miért nem értik egymást, miért nem értik egymást testi nyelvét, hogy miért került ez a lány abba a helyzetbe, abba a meglehetősen szürreális helyzetbe, ami, ami azért nagyon mai helyzet. Uh -huh nagyon 2024-es helyzet. Tehát te én úgy érzem, hogy a konkrét történet mögött azért van egy nagyon erős állásfoglalás, akár csak a vizuális kultúrájáról, ennek a generációnak, akár arról, hogy, hogy egymással mennyire képtelenek kommunikálni egy ilyen önfelett egy-két hétben is. Ez mindenképpen így van a másik két, tehát az elmentett két filmhez képest, mert azokban valóban nincs meg ez a fajta ez a fajta tanulság felmutató jelleg. Ott, ott, mind a két film, akár a, a akár a háziból is, az alapvetően egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen kamasz fantáziaként jelenik meg. És ezt mind a két rendező is hangsúlyozza nagyon markánsan, hogy mi most itt valójában, és itt jön be megint a stilizálásnak a szerepe, hogy itt most valójában nem, nem, pontosan ennek a hiteles rekonstrukcióját látjuk, még a, még a Project sem, hanem azt, hogy ez átszűrődik ezeknek a fiataloknak a, 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 képzeletén, hogy ők úgy emlékeznek vissza erre a bulira, ami tele volt ilyen lassított felvételes gyors például, meg a, meg a víz alatt lebegő mesztelen combokról készült közelképekkel. Szóval ezek, a, ezek a vizuális közhelyek, amik vannak, ezek mind ilyen belső fantázia képekként jelennek meg. Tehát, hogy ezt valóban minimálisan csinálja, vagy kevésé csinálja a, 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 a hogyan szexeljünk, viszont itt jön be a képbe a harmadik 2012-es film, mire az előbb utaltam, amit valószínűleg nagyon kevesen ismernek, bár én úgy gondolom, hogy, hogy legalább annyi embernek érdemes lenne megnézni, amennyien, az előző két filmet látták. Az egy 2012-ben készült amerikai kemény pornófilm, amit egy nevű úriember nevű csinált, és abban az évben ez a film egyébként a, 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 az amerikai porno gyakorlatilag szinte az összes jelentős kategóriájában győzött, és egy nagyon radikális hát egy ilyen szembefordulás volt mindazzal, amit mi a, kemény pornótól, mint műfajtól ugye elvárunk, meg, meg elgondolkodunk, vagy, 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 vagy amit, amit, szeretnénk látni az ilyen, az ilyen típusú filmekben, és a, a, a ja, bocsánat, ezt a az a, filmek, az a filmek, hogy Wasteland, tehát hogy ilyen, hogy ilyen, hogy ilyen lepusztult sivárvidék, ugye itt a mutalás az Eliottnak a, 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 a költeményére, az átok földjére, és ebben a történetben egy nagyon hasonló történetet, vagy cselekményt követünk végig, mint ami a hogyan szexeljünk be, a lényege az, hogy, hogy egy egy, egy arizonai lány, egy 20-as évei arizonai lány, felmegy Los Angelesbe a barátnőjéhez, aki gimibe, egy gimibe jártak, és ha őrült nagy barátnők voltak, sőt, valószínűleg egy kicsit szerelmesek is voltak egymásba, erre vannak utalások, és, és, az a lány följön hozzá, hogy, hogy Los Angelesbe egy kicsit így kibulizza magát. Tehát tulajdonképpen itt a Los Angeles játsza el ott a, azt a krétai helyszínt, amit, a, amit az a, brit, a kortás brit filmben látunk, és, és tulajdonképpen azt látjuk, amit, ami, ami ezt, azt a, azt a brit filmet is vezeti előre, hogy itt tulajdonképpen a, 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 hősnő az igazából csak jól szeretné magát érezni, valamit azért nyilván szeretne szexelni is, de ami igazán fontos számára, hogy szeretne együtt lenni a barátnőjével, és szeretne a barátnőjével együtt megélni egy csomó olyan dolgot, amit aztán élményként majd eltehet magával, elvihet magával. Ne adj Isten akár valamilyen módon elkezdeni egy kapcsolatot, egy leszbikus kapcsolatot például ez a barátnővel. Ugye ezek viszonylag az elején ö, ö, kiderülnek ugye a lányon keresztül, és aztán amit látunk, az ennek radikálisan az ellenkezője, egy hogyan ne szexeljünk a történet, mert azt látjuk ebben, ebben az egyébként nagyon szabályos pornó narratívát követő történetben, hogy, a, hogy ez a barátnő, akit közben megrontott Los Angeles, és egyébként egy ilyen teljesen egy ilyen szexaddiktív e, e, ilyen lány lett, aki, a, 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 a tényleg minden, mindenféle, hát hogy mondjam, ilyen, ilyen gyakorlatilag kábítószer gyanánt használja a szexet, az magával rántja ezt a lányt, és hát nem szó szerint belekényszerít, de ugyanúgy, mint hogy a brit filmben, itt tulajdonképpen ilyen nagyon finoman így belelögdösi ezekbe az egyre durvább, egyre erőtesebb szexuális élmény aminek a, amik a tetőpontja az utolsó 20 perc, az már egy ilyen, egy ilyen igazi klasszikus, nagy pornófilmes gangbang orgia. De amíg ide eljutunk, a folyamaton keresztül, addig a Travis nagyon világosan bemutatja azt, hogy itt most tulajdonképpen egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen erőteljes bűnbeesés történetről van szó, ahol, ahol a két lánynak a felelőssége az nagyon érdekes, hogy, a, hogy, mennyiben önként megy bele a hősnő, mennyiben, miért csábítja bele a másik lány, ugye negatív vagy pozitív, szerep, ugye ezt nem lehet tudni a brit film hogy ott a barátnő, ugye a két barátnő közül a rossz barátnő, az vajon miért csinálja azt, amit csinál? Hogy mi motiválja? Itt is ugyanez a helyzet egyébként, és ami a legfontosabb közös tulajdonság, amit az előtte is mondtál, hogy a végén egy nagyon erőteljes tanulsággal zárul. Már maga ez a 20 és orgia egy iszonyatosan erőteljes tanulság, amiben a Graham Travis tulajdonképpen magáról a pornófilmről és a pornófilmnek a befogadásáról, a nézéséről ad egy, egy elképesztően durva kritikát, a, a, azon keresztül hogy közben pedig pedig megadja azt, ami egyébként ezeknek a filmeknek a kötelező kötelező, hát, hát, hát ilyen elvárása, és aztán ezek után a lány hazautazik, van van belső monológ, és, és egyértelműen le, le, lecseng a néző számára, hogy ennek a lánynak, ugye ez a lány azzal, azzal a, trau, a traumával, ugyanazzal a sérültséggel utazik vissza ezután a szexuális élménytúra után, mint a, mint a, mint a Holly Walker filmjében a főhősnő. Tehát ez a fajta tanulság jelleg, az megvan, nagyon furcsa módon, most én nyilván van más film is, de egy, azért azt mondom, hogy a, akár még, a, még, egy olyan típusú műfajban is meg lehet, aminek, ami, aminél ez elvileg teljesen kontraproduktív, hiszen nem azért néznek az emberek kemény pornót, hogy, 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 azt lássák benne, hogy mennyire nem jó ez a világ, ami a kemény pornóban látható. De a Grand Travis filmje pontosan ezt csinálja. Ha ezeknek a, a, a filmeknek a, a látlelet dimenzióját nézzük, te hitelesnek érzed, amit ö, mesél ennek a generációnak a szexuális kultúrájáról, arról, hogy hogyan, ö, hogy, hogyan, hogyan viszonyulnak a szexhez, a, a, a pornóhoz, a, a vadbulihoz, akár csak a gőz kieresztéshez. És, és, és hát ahhoz, amiközben meg ugye ott van ez az ellentmondás, ami itt veszül ebben a történetben is, hogy hogy ez a főszereplő lány eljátszik valami, féle szerepet ebben a baráti társaságban, ahol igazából ő nem is lehet tisztában azzal, hogy kiben mennyire bízhat meg, mint ez kiderül a, mint ez kiderül a a a történetből. Próbál posztmodernként viselkedni, vagy úgy, ha úgy tetszik, nagyon mai fiatalként viselkedni, de közben meg mégiscsak arra vágyik, hogy, hogy az első szexuális élmény az olyan legyen, ami, amire jó szívvel emlékezhet, ami, ami ad neki valamit, és hát ez a, ez a film azért az erőteljesen arról szól, hogy hogy krízisben van ez a, ez a generáció ebből a szempontból. Ezt ugye nekem nagyon néz megválaszolni, hiszen nem 20 éves fiatal vagyok ma. Tehát és ugye látsz, azt, is nagyon jól, azt is nagyon jól tudjuk, hogy, hogy, hogy főleg, főleg ma már, régebben is ez mindig így volt, de főleg ma már különösen zártak ezek a kolóniák. Tehát különösen eh, megpróbálják a felnőtt tekinteteket minél távolabb tartani maguktól, akár a, a szociális médiában, akár a valódi, eh, valódi életükbe. Amit, amit én erről tudok, azt egyrészt mozóképekből tudom, tehát hogy akár, akár jó játékfilmekből, például olyan, tehát egy hitelesen működő játékfilmekből, mint például ez a brit film is, akár dokumentum filmekből, azért erről a témáról viszonylag sok dokumentumfilm készült már, hogy ez hogyan, hogyan működik ez az egész, az egész hiperszakszerítés, ez a hukap kultúra mondjuk, mondjuk a ma a világban, főleg ugye Amerikában, mert ugye ott, ott a leg, leg hogy mondjam, kielezettebb a helyzet. Ha a másik pedig az, hogy szakemberek, tehát hogy, a, hogy a, volt alkalmam beszélni akár tanárokkal erről. E, én nagyon régóta tartok, vagy hát most már nem, de tartottam egy pedagógus továbbképző kurzust, ahol, ahol egy éven keresztül különböző műfajokkal e, e, foglalkoztunk középiskolai tanárokkal. És ott például mindig, minden egyes évben volt egy óra, amikor pornoztunk. Tehát amikor kiadtam kötelező pornófilmeket, megnézték, megbeszéltük. És ott, ott nagyon, nagyon erős viták, nagyon, nagyon komoly beszélgetések alakultak ki például ebből, illetve, illetve gyermekpszichológussal is beszéltem már erről. És ebből a szempontból, akár a dokumentumfilmek, akár a szakembereknek az egybehangzó véleménye, az teljesen világos, hogy egy elképesztő krízis van egy elképesztő, példátlan krízis van, ami jelenleg, jelenleg működik. Mm. és Most már ugye ott tartunk 2023-24-ben, hogy már nem is csak a 10 tizenéveseknél, de a 20 évesek életében és hiszen most már 20 éves körül jár az a generáció, aki az internetpornó korába serdült, tehát nőtt föl, és gyakorlatilag a szexualitást mm. nagy részt az internetpornón keresztül tapasztalta meg. És ez azt jelenti, hogy, 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 akár a kriminalitás felé sokkal durvábbak már a, már a, már a, a, a akár pedig, ami legalább olyan tragikus, a, a, a személyes szexuális zavarok felé. Az impotenciától kezdve a különböző testképzavarokon át mindent. Tehát hogy a a, 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 korlátlan és, és, és feldolgozatlan internetpornó elképesztő károkat okoz ma, a 10-20 éves generációnak például. És erre gyakorlatilag jelenleg Magyarországon alá is biztosan, de nem nagyon van semmiféle védőháló. Tehát nincs egy olyan módszer, nincs egy olyan, nincs egy olyan, nincs egy olyan törekvés, ami azt mondaná, hogy rendben van, nekünk valamilyen módon kezelni kell most már ezt a problémát, mert, mert, mert a fiatalok egy elképesztően torz világon keresztül lépnek be az életüknek egy nagyon-nagyon fontos területére. És ez sajnos nagyon sok fiatal, akár egy életre megnyomoríthat például. És ez mindig kérdés és hogy azok a filmek, például ez a film, a Hogyan szexeljünk, ez meg tudja érinteni azokat, akikről szól. Mert az, hogy most a társadalom széles rétegei tájékoztatja egy helyzetről, vagy bemutatja neki azt, hogy a fiatalok miben, miben élnek, az oké, okay. de azoknak, azoknak segíthete egy ilyen tanmese, akik a kellős közepén vannak ebben benne. Ez, ez nekem igazából egy nyitott kötőkérdés, tehát nem gondolnám, hogy tudunk erre ö, válaszolni, de, ö, de amikor egy ilyen filmet látok az öt eszemben, hogy ez, ez kinek szól nekünk, akik már elmúltunk, huszonvalahány évesek, és tájékozódni szeretnénk, vagy, 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 annak a generációnak, akiről szól. Mert ezek a coming of age filmek, ugye, amiket te is szóba hoztál a beszélgetésünk elején, ezek azért nagyon sokszor ilyen kortalanul is működnek, mert mint hogy, hogy, olyan történetek, amik valahol ős történetek, vagy minden generációval ö, megtörténnek. De ez a film is, meg azok is, amiket említettél, ezek nagyon speciálisan arról a korszakról szólnak, amiben készül készülünk. Szóval segíthet ez a TikTok generációnak, hogy ilyen radikális mozifilmek készülnek akár a a nyaralásaikról? Én úgy gondolom, hogy annak a rétegnek, amelyiknek egy ebből a fiatal főz, ebből annak a rétegnek, amelyiknek egy ilyen film segíthet, annak igazából nem is nagyon van szüksége segítségre. Hát én ezen azt értem, hogy, hogy aki egy ilyen típusú filmet megnéz, végignéz, ugye ez már, itt, már is egy rögtön egy hatalmas különbségről beszélünk tizenéveseknél, hogy valamit elkezdek nézni, vagy végignézek, ugye ez több mint másfél órás film, tehát borzalmasan hosszú. Tehát, hogy, hogy az végignéz, és aztán még a harmadik lépés, hogy ezt valamilyen módon föl is dolgozza, tehát reflektál rá, saját életre vonatkozó ilyesmi, az igazából már egy olyan típusú érettséget kíván meg, ami, ami legfőképp azokban a fiatalokban van meg, akik azért valamilyen módon tisztában vannak ennek az egész helyzetnek a visszásságával, vagy a veszélyével, vagy a problémáival. Én viszont azt gondolom, hogy nekünk azt a, azt a, azt a réteget kellene megcélozni, aki, a, 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 ennek a, akinek az, az inger küszöbét ezek a, a, ezek a filmek messze nem érik el, mert olyan magasra van feltéve. De Ez Már gyakorlatban egy, hogy képzelem. Én, én úgy gondolom, hogy itt, itt konkrétan valamilyen módon az oktatásba érdemes lenne beemelni azt, nem tudom milyen órának a keretében, ami, ami ugye a szexuális felvilágosítás egyébként is egy kötelező tematika, hogy valamilyen módon ennek a szexuális a részévé kellene tennie a pornónak a, 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 a pornó megnézés reflektálását. Tehát eleve azt, azt, azt a dolgot, hogy, hogy rendben van, itt van egy pornó, itt van egy pornó jelenet, nézzük ezt meg, és beszéljük ezt meg beszéljünk dolgokról, amik, amik, egyáltalán nem biztos, hogy evidensek sokak számára. Ugye, ugye ez, 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 egy, ez, egy, álom. Én ezt most látom, mai Magyarországon ez egy álom. És amikor ezt az álmot meg kell védeni az embernek, akkor nagyon sok ellenérvet szokott hallani. Ugye az, az első típusú az az, hogy, hogy, hogy éppen, éppen elég, 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 pornográfia éri őket mindenhonnan, hogy nem kellene ezt még bevinni az iskolába is, vagy nem kéne bevinni bármilyen intézményes rendszerbe ezt a dolgot, mert hogy, mert, hogy az, a, a, azzal, azzal, így legitimizálják szájuk meg az hogy kaput nyitunk még számukra. Én úgy gondolom, hogy aki úgy, gond, úgy, úgy vélekedik ma, hogy a tizenéve, a jelenleg a tizenéves fiataloknak szükségük van egy ilyen típusú legitimizációra, tehát hogy a felnőtteknek jóvá kell hagyniuk azt, hogy hogy jó pornót néz, vagy, vagy nagy meg kell neki mutatni azt, hogy képzeld el, az interneten van pornó, azok egy olyan típusú álomvilágban élnek, nem, erre nem mondani, és ebben például, visszatérve a korábbi, a, 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 a korábbi példámra, elképesztően fontos szerepe van annak, hogy amikor mondjuk, mondjuk megbeszélünk például egy egy, 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 káros, egy rossz pornót, ami, ami az interneten tart Pornónak én azt mondanám, hogy valószínűleg a 99%-a, akkor ugyanakkor meg tudjuk azt mutatni, hogy rendben van, hogy ez itt, ez itt a jó pornó. Mit ez tud a jó pornó? A jó pornó rengeteg mindent tud, és csinál is már gyakorlatilag jó formán 50 éve, tehát amióta a pornófilm, mint műfaj létezik 70-es évek óta, ugye nem akkor készült az első, de akkortól, akkortól kerültek játékfilmes formába, ugye a, a Néma kezdve, azok csak ilyen kis, ilyen kis, filmecskék voltak, amiket ilyen dugiba lehetett nézni, de 70-es évektől kezdve épültek fel, épültek fel a történetre felhúzott pornók, és már onnan, onnantól, tehát szinte azt mondanám mondani, hogy a, a legelső klasszikusok között már tudok mondani 3-4 olyan filmet, amit mondjuk minden, még akár egy, egy szexpozitív ö, ö, feminista is abszolút, abszolút ö, jótékonynak tudna, tudna a, 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 hát hogy mondjam így, igen, mm -hmm. és például a 2012-es részlend ilyen. Uh -huh. Hát én nagyon, nagyon merem ajánlani interneten, akár a pornó oldalakon, akár. Én ezt, hogy talán még, még a youtube on is volt belőle egyébként egy vágott verzió, mondjuk annak nincs sok értelme, de hogy ezt meg kell nézni. Hogy látni kell azt, hogy ez hogyan működik, és valószínűleg aki először lát jó pornót, hiszen egyébként hol látna ilyet, hogyha egyszer ez egy töredék, ez egy, egy néhány ezrelék a dolognak, nem fog véletlenül a rettyúban rá rátalálni egy jó pornóra, mondjuk, a, akkor, a, akkor maga is látni fogja azt, hogy mi a különbség, de én hadd mondjak csak néhány dolgot, amivel nem biztos, hogy a pornófogyasztó fiatalok vagy akár. A pornófogyasztó felnőttek tisztában vannak. Ugye az első az rögtön az, hogy ez egy fiktív dolog. Bármennyire is furcsa ezt kihangsúlyozni, a pornónál szinte automatikusan az a reakciója az embernek, hogy ő dokumentált szexuális aktusokat lát. Tehát tulajdonképpen ő egy dokumentumfilmet néz, ami nem így van. Még akkor sem így van, amikor, amikor a pornófilm kifejezetten ezt a hatást akarja gerjeszteni, például olyan found footage jelleggel igen. mondjuk, mint az előbb emlegetett az projekt igen. igen például. Tehát, hogy, hogy akkor sem, ez fikció, ez egy felépített történet, nar narratívája van, ugye magának az aktusnak narratívája van, megvan ez előre beszélve, színészet játszák el, akik nem feltétlenül élvezik ezt például, vagy igen, vagy nem, ez tök mindegy most ebből a szempontból, de hogy van, -e, van ennek egy fiktív közlege. Tehát ebből a szempontból én úgy gondolom, hogy minden olyan pornó, például, tehát ez egy A pontba, minden olyan pornó, ami valamilyen módon fölhívja a figyelmet erre, ez e fajta fiktív világra, az jobb pornó. Minden olyan, ami, 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 ezt a dokumentum jelleget hangsúlyozza, bármilyen módon, az káros a pornó. Aztán túl ezen például nagyon fontos az, hogy hogyan van elkészítve, hogyan van felvéve ez a dolog. Maga az aktus, hogy olyan jelenik meg, egy harmadik dolog, ami egy tematikai, de szintén nagyon, nagyon megérinti az embert például, hogyha megnézi a vészlendet, hogy amikor a lányok szeretkeznek, akkor, a, akkor az, a, az, orgazmusok után van utoljáték. Hány pornófilmben lát az ember, az ejakuláció után bármilyen jellegű, intim, testi együttlétet még. Hadd ne mondjam el, hiszen mindenki látja, hogy mi történik egy pornó, egy pornó jelenetben az ejakuláció után általában. Ez szerintem az a legsötétebb pontja a, a, a történetek mindig, hogy, hogy hogyan zájuk le ezt a sztorit. Itt, amikor a lányok csinálják, akkor, akkor, akkor utána még percekig, együtt vannak, ölelik egymást, beszélgetnek, csókoloznak, stb. Mennyire fontos már az, hogy mondjuk egy tizenéves, aki, aki, aki ebből, valamilyen módon ebből szerez mintákat, az azt lássa, hogy ja, bocs, itt még van, egy, van, egy, van még egy lépés. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy ja, oké, elmentem, szia, befordulok a felfelé, vagy mennyi el, zuhanyozzál le, mit tudom én, micsoda, hanem, hanem ennek van egy érzelmi játéka. Tehát rengeteg olyan tartalmi, stiláris, bármilyen jegye van mondjuk a jó pornónak, ami amellett, hogy aktívan, hardcore módon látunk szexuális aktusokat, ami önmagában nem ördögtől való, azt kell, hogy mondjam, amellett még valamilyen módon képes arra is, hogy, 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 hogy hasznot hajtson a nézőnek. Ez egy nagyon zárt világ, amiről beszélsz, amiben ezek a törvényszerűségek uh, uralkodnak. Be lehet kívülről avatkozni? Tehát azt, amiről te beszélsz, hogy akár a pornón keresztül próbáljunk meg kommunikálni a, a fiatalokkal. Ezt bárhol a világon tudtottal uh, próbálják érvényesíteni, vagy vannak ilyen programok, amik a pornó felől uh, közelítenek a fiatalok szexuális kultúrájához? Erről Plusz. fogalmam sincs. Ami, ami különbség van, az inkább az, hogy uh, hogy több olyan, olyan országról is tudok, meg több olyan ö, hát, filmet is láttam konkrétan, hogy a Dánoknál például van hagyománya, ahol, ahol kifejezetten figyelnek arra, hogy készüljenek ilyen, ilyen úgynevezett jó pornók, tehát szexpozitív pornók. Tehát, hogy, hogy, olyan filmek, ezek egyébként nagyon sokszor női, női stáb, meg női alkotók vannak mögöttük egyébként. Ez a leg, legelső és, és volt a 80-as évek derekán a videoporno idején volt például az amerikai pornóiparban egy, egy Fan Production nevű cég, amit női pornószínésznők alapítottak, és kifejezetten olyan pornófilmeket amelyek szexpozitív módon működnek. Tehát mikor igaz az, amit én az előbb elmondtam mondjuk, a, mondjuk az tehát hogy erre van példa másoknál. Az oktatásban nem tudom, fogalmam sincs, de én úgy gondolom, hogy, hogy bárhol vetné fel az ember ezt a, ezt a, ezt a fajta javaslatot, ugyanaz, ugyanaz a, igen, ugyanaz, a probléma lenne, ugyanaz az ellenérzések lennének vele, mint ami Magyarországon, hiszen alapvetően mindenkinek olyan zsigeri reakciója van magára a pornóra, ami, ami, amit, nagyon nehéz egy, egy józanul racionálisan átgondolt élvrendszerrel megtámadni. De ha nem akkor csak legalább arra gondoljanak, és, és ez legyen ez egyfajta ilyen tanulság ennek az egész beszélgetésnek, hogy még a legintelligensebb fiatalok is, a, 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 akik, mondjuk, akik mondjuk végig mennek az rendszeren, azok vajon utána mennyire tudják hasznosítani azt, amit ebben az oktási rendszerben tanultak, mennyien, mennyien, képesek arra, hogy a százalék számítással tisztában legyenek, vagy tudják azt, hogy az üvegházhatás az milyen, milyen, milyen módon befolyásolja az ő mindennapokat, hogyan lehet ezt csökkenteni például. Tehát olyan dolgokat, amit az iskolában megtanultak, úgymond, és elvileg tudják is, tehát ha nagyon rámi ezt még el is mondanak, de hogy ezt vajon használják-e? És ha arra gondolunk, hogy vajon hány fiatal van, aki, aki mondjuk, aki mondjuk képes az adóját kiszámolni mondjuk ezt az egyszerűen akkor ezt rakjuk, fordítsuk át a pornóra, hogy még hogyha tudják is, vajon hány olyan fiatal van, aki egy pornó megnézésénél tisztában van azzal, hogy ő most gyakorlatilag egy Indiana Jones filmet néz, vagy egy James Bond filmet néz, nem pedig egy dokumentumfilmet néz. És éppen ezért az, 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 azt a világot, ami, ami, ami őt körülveszi, azt nem lehet ezek alapján, a modellek alapján stúlva. Ezt tudatosítani szerintem nem hogy lehet, hanem kötelessége a felnőtt társadalomnak szerintem a fiatalok felé. Attila, köszönöm szépen, hogy eljöttél Én köszönöm hozzánk. Köszönöm És nektek is köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt az új videónkat. Jövünk majd még új nagy látószög videókkal. Addig is nézzétek a jobbnál jobb Nájó filmeket a Szinegón és a Hogyan szexeljünk című új bemutatót áprilistól a mozikban keressétek. Szerbusztok, vigyázzatok magatokra!